Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Sajnos szándékommal ellentétben nem tudok személyesen részt venni, de a gondolataimat röviden hangom útján küldöm most Önöknek. Kérem, hallgassák meg! Dr. Ormai Péter, fogszakorvos, jogi szakokleveles orvos vagyok. A gyógyítás mellett 25 éve foglalkozom történet és családi emlékezet kutatással. Talán kevesen tudják, hogy a legelső aradi vértanú Ormai Norbert ezredes volt, akit Hajnaú még 1849. augusztus 22-én sietve kivégeztetett. A magyarságot számtalanszor próbálták meg eltiporni, eltörölni a föld színéről, de önök itt vannak, önökre most talán milliók figyelnek, és én hiszek benne, hogy ez a nép minden ármányon felül emelkedik. Úgy legyen! Biztosan jártak már gyógyszertárban. Én, ha bemegyek, végignézek a roskadásig rakott gyógyszeres polcokon, és önkéntelenül felteszem magamnak a kérdést. Tényleg ennyire betegek lennénk? Tényleg ennyire nem élhetünk gyógyszerek nélkül? Hogyan jutottunk idáig? És biztosan jártak már gyógynövényboltban is. Kicsit hasonló a helyzet, vitaminok, étrendkiegészítők tömkelege. De mit kell kiegészítenem? Mit is felejtettem el megenni? Hatalmas üzlet mindkettő, és most az élelmiszerbe kevert adalékokról, vegyszerekről, permetés növényvédőszerekről nem is beszélnék. Milliárdos üzlete a vegyiparnak és a gyógyszeriparnak. Hölgyeim és uraim, most először is tartozom egy vallomással. 23 éve nincs receptem. A felhővel sem kötöttem semmilyen gyógyszerfelírási szerződést, a gyógyszerügynökök messzire elkerülnek. Köszönöm, nagyon jól megvagyok nélkülük. Ha mégis úgy döntenék, feltétlen szükségem van egy betegnek valamire, veszem a kabátom, elsétálok a gyógyszertárba, és az orvosi igazolványomra kiváltom neki. De ha mondjuk A-vitaminra lenne szüksége valakinek, mi lenne, ha kimenne a piacra répát venni? Furcsa, ugye? Önök tudják azt, hogy 5 deka répában van annyi természetes karotin, mint egy 50 mg-os A-vitamin drazséban? Meglepő. 5 deka sárgarépa pedig nem sok. Persze a betegek drága gyógyszereket igényelnek, mert ezt súlykolták beléjük, hogy az a jó. Amikor az egyetemről kikerültem, mint sok más kollégám, tökéletes gyógyszerügynök lehettem volna. Hibátlanul tudtam receptre felírni magisztrális gyógyszereket, gyári készítményeket, akkor még a patikusok által kikeverendő elegyeket, mert hát erre tanítottak ott meg. Valahogyan mégsem ezt az utat választottam, és választani mindenkinek joga van. Hogy gyógyszert adok, vagy nem adok, gyógynövényt, vagy éppen az előbbi példából sárgarépát eldönthetem. És persze önök is eldönthetik, melyiket szeretnék. Önök is választhatnak, mert ez szívük joga. Amiről ma viszont beszélni szeretnék, azok a kötelező gyermekkori oltások. Mert ott bizony nem választhatnak. Eldöntötték szépen önök helyett, akár tetszik, akár nem, ezt kapják. Az állami közbeszerzési tenderekben kiírt oltások száma pedig egyre csak növekszik. Hölgyeim és uraim, az a határozott véleményem sajnos, hogy ezek valamilyen szinten kártékonyak, itt az ideje mindezt felülvizsgálni. Ha már korábban a történelem szóba került, nézzünk egy kis oltástörténetet. A szálak 4-5 ezer évre nyúlnak vissza Kínába, Indiába és Afrikába is. A fertőző betegek, persze akkor még nem mikróbáknak tudták be,
sebváladékát, összetört, összeporított pörkét helyezték az ornyákahártyára, kötözték a lábszárra, vagy más módon alkalmazták. A középkorból, Törökországból maradtak ránk így a himlő elleni védekezésről részletes leírások, de mindenkor a jómódú osztályok kiváltsága maradt. Jenner volt 1796-ban, aki a tehénhimlő váladékát használta a himlő megelőzésére. Előtte állati anyagot senki nem használt ilyen célra. A mai tudomány úgy tartja számon, hogy a kertész fiát, majd a saját fiát és a feleségét is beoltotta. Persze ez már egy kicsit szépített történet. Ami lemaradt az, hogy a kertész fia nem sokkal ezután meghalt, terhes felesége elvetélt, és a fia értelmi fogyatékossá vált, 21 évesen meghalt. Ezekről hallgatnak mélyen. Ha valakit bővebben érdekel, megtalálja Lagerenroy kiadó, Impfbedingte Erkrankungen, Erkennen und Behandeln, 2015-ös kiadás, 38. oldal. És ők voltak, talán az első nem attól van azok. Első járulékos veszteségnek nevezettek. Aztán eltelt 80 év. Oltási kampányokat hirdettek, vele egy időben fellángoló járványidőszakokkal, ahol a melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, örökké kérdés marad, és folyamatosan vitatkoztak rajta. Mindez odáig jutott, hogy a monarchiában is 15 évig volt időszak, amikor rendelettel betiltották a védhimlő oltást, mert akkoriban így nevezték. Magyarországon 1886-ban volt egy nagyobb himlőjárvány, az akkori adatok pedig rendelkezésre állnak. 1895-ben kiadott védhimlő oltás kézikönyvében megtalálhatóak, ez egyetemi tankönyv. 16 kórházban 1113 beteget ápoltak, akikből 631, még egyszer mondom, 631, tehát több, mint a fele, és most kapaszkodjanak meg, oltott volt. És akkor ott valami megdőlni látszott. Most akkor megvéd, vagy nem véd meg az oltás? Hogy is van ez? Megrendült a bizalom. És erre a hatalom a kötelező vététellel reagált. Hölgyeim és uraim, azt kell mondanom önöknek, hogy egy több mint 200 éves átverés jelenkori résztvevői önök. Viszont fölmerül a kérdés, ha nem az oltások következtében, akkor mitől csökkentek a járványos esetszámok, és mitől csökkent a halálozás is? Kérem, képzeljenek el most maguk előtt egy görbét, ami az évek során előforduló esetszámokat mutatja. Ezeket a görbéket valamennyi gyermekkori betegségre, kanyaróra, bárányhimrőre el lehet készíteni. És a görbe folyamatosan laposodik, ellaposodik. Az idő múlásával egyre kevesebb az esetszám. És mielőtt elérné a nullát, na valahol ott lehet ábrázolni abban az évben, a görbén az oltások elkezdésének időpontját. És aztán a görbe egyszer csak elvész. Köddé válik, a tudomány pedig veri a mellét, hogy az oltás felszámolta a betegséget. Valós ez, vagy áltudomány? Vagy egyszerűen eltűnt volna egyébként is? A görbe jellegéből eredően nagy valószínűséggel igen, keressük meg akkor a
miértet. Az 1800-as évek végén hatalmas felismerés volt a New York-i ivóvíz hálózat megépítése után a fertőzések számának drasztikus csökkenése. Egyértelművé vált az étkezés minőségének és ivóvíz tisztaságának jótékony hatása. Ugyancsak fontos a tisztálkodási szokások és tisztálkodási lehetőségek jó irányú változása. Ugyancsak itt kell megemlíteni a szennyvíz hálózat kiépítését. Gondoljunk itt egy másik nagy magyarra, Semmelweis Ignácra, a klórvizes kézmosás bevezetőjére. És itt nekem még fülembe csengenek nagymamám egykori szavai. Hazaértem. Mostál kezet, kisfiam? Pénzhez nyúltál? Mos kezet. Villamoson utaztál? Mossál kezet. Nehogy így áll üvegből. Ismerősek ezek, ugye önöknek is? Akkor hát mi lehet a baj az oltásokkal? Nem mindegy, hogy velük vagy nélkülük is eltűnének a betegségek? Hát nem. A baj pontosan a kertész fiával, Jenner várandós feleségével és a saját fiával van. Az oltások és valamennyi oltás veszélyeket hord magával, amiben csak az nincs tisztában, aki elvakultan nem akar tudomást szerezni róluk. A kötelező vétételük pedig nem más, mint a kontrollcsoport eltüntetése. Hadd meséljem most el önöknek saját esetemet. Fiam 2005-ben született, egyetemi klinikán 3 napos korában kapta meg a kötelező BCG oltást. Természetesen kötelező. Ez egyre csak növekedett, majd fél év múlva tesszerte szóródás jelentkezett. Mint kiderült, megkérdezésem és beleegyezésem nélkül egy kísérleti vakcinát kapott, és ezzel akkor ott a klinikán nem volt egyedül. A legyengített baktérium mégsem volt annyira legyengítve. Még akkor írtam az esetről több helyen. A hagyományos kezelések helyett más alternatívát választottunk, szerencsére rendbe jött a 18 éves egészséges, de ez egyáltalán nem a gyógyszergyáron múlott. Ha van kedvük, mondjuk keressenek rá az úgynevezett lübecki katasztrófára, ahol nem legyengített TBC baktériummal oltottak, természetesen ott is véletlenül, és sok gyermek életébe került. Folytathatom a gyermekbénulás oltóanyagával, ami ugyanúgy bénulásokhoz vezetett, de előtte az Amerikából behurcolt spanyolnátha eredete sem tisztázott még teljesen, nem-e a Rockefeller intézet lovakban kitenyésztett agyhártyagyulladás széruma okozta-e? Vagy az volt-e? Mert a katonákat ezzel oltották. Mi minden van még ezekben az injekciókban? Higany, ami soha ki nem űrül a szervezetből és mérgező. Formaldehid, gyilkos sejtméreg és gyulladás csökkentő. Alumínium, ami megtámadja az idegrendszert. Polietilénglikol, de sokáig sorolhatnám. És mindez milyen táptalajon kerül kitenyésztésre? Rákos sejtenyészeteken? Abortált embriókon? Tisztában vannak önök mindezzel? De miért is mondtam el mindezt? Magyarország a hazánk, magyarok vagyunk, itt élünk. Nem tudom, láttak-e mostanában egy 1-2 éves gyermek oltási kiskönyvét, telepecsétekkel, vinyettákkal, szignókkal. És azt kell mondanom, hogy a magyar nemzet és a magyar nép megnyomorítása folyik. Egy éve egy autista találkozón vettem részt, olyan valamelyik kötelező oltás után 1-2 napon belül kialakult súlyos esetekkel találkozhattam,
személyesen, amik egyértelműen az oltások következményének voltak betudhatók, sőt erről hivatalos orvosi papírokkal is rendelkeztek. De nem történik semmi. Maga az autizmus csak a jéghegy csúcsa. Kezdve a diszlexiától, diszgráfiától, a szociális beilleszkedési zavarokon és viselkedés zavarokon át, ha valaki úgy ismeri ADHD, ezért kell azt mondanom, hogy ez a magyarság megnyomorítása. Talán a szklerózis multiplex és más autoimmun betegségek, ételallergiák sem léteznének, legalábbis biztos, hogy nem lenne ennyi. Hadd adjak most közre egy konkrét adatot. Dunaújvárosi 2015-ös felmérés alapján 98 iskoláskorúból 71 fejlesztésre szorul. 98-ból 71. Ugye megdöbbentő szám. És akkor még egy. Az Amerikai Egyesült Államokban a viselkedés zavarokra a 7 éves korosztály 6,1%-a gyógyszert kap. Gyógyszert szed. És nagyon jól tudom, hogy most oltás ellenesnek fognak egyesek megbélyegezni, de higgyék el, nem voltam az. Most viszont ezt vállalnom kell. A tapasztalat vezetett erre az útra, és nagyon sokban közrejátszott ebben az mRNA-s alapú COVID vakcinák megjelenése. És ugyanerre akarják építeni és leváltani a gyermekoltásokat. Épül az oltóanyaggyár. Az üzleti haszonszerzés és a politikai érdek mindenek felett. Mivel van egy jogi diplomám is, egy kis adalék még mindenhez. Az egészségügyi törvényből csendben és ügyesen kivették az oltások kártérítési részét. Ami benne maradt, hogy az oltások következtében elhunytat kártalanítani kell. Nem igazán tudom értelmezni ezt a szakaszt, valójában kivehették volna ezt is már, elhunytat kártéríteni, kártalanítani, nem értem. És miért mondtam el mindezt önöknek? Történettel, esetekkel, számadatokkal. Mit is szeretnék elérni? Szüntessék meg valamennyi oltás kötelezőségét. Hasonlóan környező európai országokhoz, Svájchoz vagy Ausztriához ne legyen kötelezővé téve oltás, és be nem adásáért, be nem adatásáért hátrány senkit ne érhessen. Valamennyi oltási szövődmény kerüljön kötelezően bejelentésre és szigorú nyilvántartásba vételre. Az oltott csoportok, oltottak és oltatlanok, vagyis kontrollcsoportok folyamatos és szigorú elemzés alá kerüljenek. Valamennyi oltási szövődményért a gyártó, és lehet, hogy most megdöbbentő, amit mondok, de az oltó orvos is, és az állam is vállaljon egyetemleges felelősséget. És mindezek maradjanak nemzeti jogkörben. A WHO, egészségügyi világszervezet mindenfajta befolyásától mentesen. Semmi köze hozzá. Végezetül kérem, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozzuk meg együtt a WHO, az egészségügyi világszervezet világuralmi, világvezetési törekvéseit. Őrizzük meg függetlenségünket, magyarságunkat. Katonai diktatúrával, pénzügyi, banki,
gazdasági gyarmatosító politikával azt az uralmi helyzetet, amire törekednek, soha nem tudnák elérni. Gondoljanak csak bele. És ennek a fondorlatosan a segítő és megmentői státusz mögé bújtatott világuralmi törekvésnek álljuk mi útját. Álljuk mi, magyarok. A magyarok, a magyarság egy erős nemzet, bárhol is éljenek széles e világon. Maradjon az, és az is marad. Hölgyeim és uraim, ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani önökkel, kérem fontolják meg. A magyarok Istenének áldását kérem önökre, Isten áldjon meg minden igaz magyart. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mária országa, térj meg és kelj hátra, szolgáljad Istenedet. Imre Szűzen